Hello, szia, szevasztok! Eszti vagyok, és ma egy tavaszi kókuszos tésztafinomságot fogok elkészíteni. Gyertek, megmutatom, hogy csinálom. Mivel ez egy 20 perc alatt elkészíthető recept, így apró trükként javaslom, hogy kezdésnek tegyétek oda a tésztához a vizet melegedni, amit jól laposan sózatok is meg. Ezután válasszátok ki a kedvetekhez illő tésztát, majd pedig a csomagoláson leírtak alapján főzzétek meg. Amíg vártok a tésztára, addig elő lehet készíteni a zöldségeket. Itt fontos megjegyezni, hogy ez a recept is természetesen, mint minden receptem, kedvetek szerint variálható. Én általában ebbe a finomságba olyan zöldségeket szoktam beledobálni, amit éppen a hűtőben találok. Ez a recept, amit egyébként lent a leírásban és a Discordon is megtalálhattok, majd a kedvenc kombinációm. Mivel tavasz van, így én most zöldségevési lázban égek, úgyhogy ezt a receptet húsmentesen fogom elkészíteni, de egyébként tehetek bele húst nyugodtan. Javaslom, ekkor majd mindenelőtt a húst pirítsátok le először, és annyi mennyiségű húst tegyetek a recepthez, amennyi zöldséget kivesztek belőle, ugyanis ez a recept egy konzervnyi kókusztejhez van méretezve. Ergo, hogyha tesztek valamit bele, extra súlyként, akkor javaslom, ugyanannyi mennyiségű zöldséget vegyetek ki belőle, különben előfordulhat, hogy nem lesz elég szattotok. Ja, és másik fontos információ, hogy ha még nem főztetek kókusztejjel, próbáljátok is, srácok, ugyanis nagyon-nagyon finom, és nem lesz tőle kókusz ízű az étel. Nagyon-nagyon finom, kellemes zamatot fog adni majd a szaftotoknak. Egyébként, hogyha szeretnétek, a kókusztejet helyettesíthetitek tejszínnel is. Javaslom viszont, hogy fele mennyiségű tejszínt használjatok csak, ugyanis a tejszín lényegesen sűrűbb, mint a kókusztej. A hiányzó folyadékot pedig tejjel pótolhatjátok. Én egyébként, amint látjátok, most nem teszek más, mint hogy feldarabolok minden zöldséget. Hogyha nem fogjátok 100%-osan követni a receptemet, amivel nincsen semmi baj, srácok, kísérletezetek, akkor javaslom, arra figyeljetek oda, hogy először a keményebb zöldségeket kell majd megfőzünk, ugye aminek egy picit több főzésidőre van szüksége, és a puhábokat hagyjátok majd a főzés végére. Hogyha tesztek bele brokkolit, javaslom, tegyétek ugyanazt, amit én, szedjétek kisebb rózsáira. Hogyha gondoljátok, előfőzhetitek, viszont nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy ez az étel akkor igazán finom, hogyha nincsenek túlfőzve az ételek. Ugye egyrészt, hogyha túlfőzzük a zöldségeket, nagyon sokat veszítenek a tápanyagértékükből, ugyanis például főzés során nagyon sok vitamin lebomlik. Én most egyébként kaliforniai paprikát fogok használni, a receptbe beleírtam, hogy használhatok téli paprikát, de helyett természetesen használhatok pritami paprikát is. Mint ahogy említettem, kedvetek szerint variálhatjátok a zöldségeket. Én egyébként ezt a kókusztejet fogom használni, amit itt az Angel időben gond nélkül be lehet szerezni, biztos vagyok benne, hogy az otthoniban is van valamilyen fajta verzió. Nem kell megvenni a legdrágábbat, ugyanis mindegyikben gyakorlatilag ugyanaz van. Amikor megvagyok a darabolással, már kezdődhet is a főzőcske. Ugye a tésztát mostanra már bőven főzöm, ugyanis a víz szépen felford. Első lépésként melegítsünk fel egy pici olajat, én most éppen kókuszolajat használom, de természetesen ti használhattok bármilyen. Ebbe tegyük bele a felaprított hagymát, fokhagymát, répát és angol zellert, hogyha használunk természetesen, és ezt jól alaposan dínszteljük le. Ez bele fog tenni pár percbe, javaslom közben gyakran kevergessétek meg. Figyeljetek oda, hogy ne pirítsátok le, nem lesz tőle baja az ételnek, de sokkal jobb, hogyha nincsen lepirítva, mert akkor szép fehér marad majd a szózunk. Természetesen, hogyha tesztek húst az ételbe, akkor a pirítás az elkerülhetetlen, úgyhogy a szószotok nem lesz a végén olyan szép fehér, mint az enyém, viszont úgyis nagyon-nagyon finom lesz. Nagyon fontos lépés, most sózzátok és borsozzátok a zöldségeket, mert a só segíteni fog abban, hogy megpuhuljanak és kiadják a víztartalmukat. Pár perc elteltével már el is érkeztünk arra a pontra, hogy jött a következő lépés, ugyanis a zöldségeim szépen elkezdtek megpuhulni. Ugye nem akarom őket túlfőzni, úgyhogy tényleg csak addig fogom őket dínsztelni, amíg éppen elkezdenek megpuhulni. Most jöhet bele a gomba, ahol nagyon fontos megjegyezni, hogy nem tudok pontos főzési időt megadni, ugyanis gomba fajtájától függően a főzési idő változhat. Viszont ne féljetek a gomba használatától, ugyanis nem fogjátok tudni szép főzni. Ez a gomba egyik legjobb tulajdonsága egyébként. Most jól alaposan összekeverem, majd pedig fogok tenni alá egy nagyon pici vizet, ugyanis nem akarom, hogy lepirüljenek a zöldségek. Tényleg csak egy-két cseppre van szükség ahhoz, hogy megállítsam a pirítást. Most jöhetnek a zöld fűszerek. Én most éppen teszek majd hozzá egy teáskanálnyi kakukkfüvet és egy teáskanálnyi oregánót. Szárítottat, mert hogy éppen nem volt kedvem elmenni a boltba extra zöld fűszert venni, de ti természetesen használhattok friss zöld fűszereket is. Ezen kívül én most bele fogok aprítani 2 kafir lime levelet, amit otthon gondolom minden nagyobb ruházban be tudtok szerezni, ugyanis elég gyakori fűszer, főként Ázsiában szokták egyébként használni. A lényeg az, hogy nagyon kellemes, citrusos ízt fog adni majd a ragunknak. Hogyha esetleg nincs ilyenetek otthon, ne aggódjatok, ugyanis tudjátok helyettesíteni majd egy teáskanálnyi reszelt citrom vagy lime héjjal. És egyébként ízlés szerint citrom vagy lime levet is csepegtethettek majd a ragunkhoz.
Miután jól elkevertem a zöldségeket, jöhet a kókusztej. Az egész konzervnyit nyugodtan beleölthetitek. Én most egy 400 ml-es, 13,6%-os zsírtartalmú kókusztejet fogok használni. Ehelyett használhattok sűrűbbet is, viszont akkor javaslom, tegyetek majd hozzá egy kis vizet is. Lehet venni egyébként kókusztejszint is. Hogyha esetleg az van otthon, azt is nyugodtan használjátok, csak akkor azt majd egy picit fel kell hígítani. Hogyha dobozos kókusztejetek van, azt is nyugodtan használhatjátok, viszont azt majd egy picit jobban kell sűríteni, ugyanis kisebb a zsír. Nálam eltelt 8 perc egész pontosan, és megpuhult a gomba, úgyhogy most jöhet bele a brokkoli is, amit csak jó alaposan elkeverek, majd pedig belenyomkodok a szószba, és egész pontosan 4 percig fogom főzni, 3-4 percig érdemes főzni, attól függően, hogy mekkorára vágtátok őket. Hogyha a paprikát nem szeretnétek roppanósra hagyni, akkor azt most tegyétek bele a brokkolival, így módon meg fog puhulni addigra, mire minden másunk elkészül. Eltelt nálam 4 perc, úgyhogy most jöhet a következő lépés, ami nem más, mint a paprika és a paradicsom. Én szeretem mindkettőt, hogyha nincsen szétfőzve, úgyhogy a paprikám nekem egyébként majd csak roppanós lesz. De mint említettem, hogyha szeretnétek tovább főzni, tegyétek bele egy picit hamarabb, és így módon teljesen meg fog puhulni, mire kész lesz az étel. Egyébként, hogyha szeretnétek kipróbálni a receptet, mint mindig, most is itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálhatjátok. És hogyha szeretnétek minket élőben főzni látni, minden héten szombaton 1 órától főzősor a Twitch-en, aminek a linkje szintén a leírásban van. A paprikát és a paradicsomot is jó alaposan elkevertem, majd pedig hagyom felforni. Ez idő alatt ki fogom keverni a kukorica keményítőmet 1 decilliternyi vízzel. Egy jó pupozott evőkanálnyit fogok majd kikeverni a biztonság kedvéért. Javaslom, hogy majd ti is tegyétek azt, amit én teszek, ugyanis 2 adagban fogom hozzákeverni a vizes keményítőt a ragumhoz. Ugyanis attól függően, hogy milyen hőmérsékleten főztük a ragunkat, lehet, hogy egy picit kevesebbre van szükségünk. És hogyha variáltátok a receptet, és esetleg egy kicsit vizesebb zöldségeket használtatok, lehet, hogy egy kicsit többre van szükség. Úgyhogy a biztonság kedvéért az egy evőkanálnyi keményítőnek először csak a felét keverjétek bele, mint ahogy ezt most én is teszem. Pár pillanat alatt látni fogjátok, hogy szépen elkezd besűrűsödni. Most már érdemes egyébként folyamatosan kevergetni a biztonság kedvéért, hogy ne ragadjon le. Én most úgy gondoltam, hogy az enyém nem elég sűrű, amint látjátok még egy picit folyékony, úgyhogy bele fogom keverni a keményítő maradékát is. Ugyanúgy elkeverem, majd pedig 1-2 percig főzöm, hogy a keményítő nem maradjon nyers, és így módon teljesen be fog szépen sűrűsödni. Ezután nagyon-nagyon fontos lépés, srácok, mindenféleképp kóstoljátok meg, hogy mit alkottatok, ugyanis most még ízesíthetitek. Az enyémnek még egy pici sóra volt szüksége, ami természetesen előfordulhat. Ezután elfelejtettem fölvenni, elnézést kérek, srácok, nem tettem mást, mint hogy a tésztát leszűrtem, majd pedig jó alaposan összekevertem a kész ragúmmal, és már készen is van az étel. Íme a végeredmény, nagyon-nagyon jól néz ki, ugyanis gyönyörű szép krémes lett, és nagyon jól bevonja a tésztát. Remélem, kipróbáljátok, srácok, ezt a receptet, higgyétek el, isteni finom, írjátok meg, hogy nektek hogy sikerült, kíváncsi vagyok rá, hogy ti milyen variációját készítettétek el. Mint mindig, jó étvágyat kívánok hozzá, és természetesen várlak benneteket vissza majd a következő recept videóban is. Addig is, sziasztok!